Vigyázz! Megyek egy pillanat! Alex, vigyázz már, ne lábatlankodjál itt előttem! Végre! Stakarist a mocskodat! Jól van, Alex. Semmi baj, mindenki hibázhat. Csak nem nálam. Takarodjál haza. Hát te, ilyen korán? Hagyjuk. Mi volt? Nem, értem. De engedd el! Keress egy másik munkát, vagy menj el egyetemre. Aj, Tomi, hagyjál már. Figyelj. Képzeld, találtam egy kurva király albérletet. Hatalmas nappali, két fürdőszoba, egy álomöcsém. Érted? És? Egy hónapon belül szerintem költözök villával. Azt hiszem, én lefekszem. Na! Gyere, nézd meg! Most hallod, mi a fasz van? Szia! Szia! Még mindig alszol? Alex? Nem, dehogy. Figyelj, le tudnál ugrani esetleg a zöldségeshez? Rántott májat csinálok, és nincs itthon krumpli a köretnek. Rántott májat? Én nem eszem májat. Nem neked, a bátyádnak lesz. Jön hozzám a hétvégén. Akkor miért nem őt kéred meg? Jaj, ne butáskodj! Tudod, hogy milyen elfoglalt az egyetem miatt. Meg dolgozom! Te? Hol? Ja, abban a sütődében? Pékségben, anya. Akkor ott figyelj, biztos nem gond, ha egy napot nem mész be. Mi az, hogy nem gond, majd kiveszek fizetett szabadságot azért, hogy lemenjek a zöldségeshez krumpliért. Ne beszélj velem, fiam, én csak megkértelek valamire, de ha ez ekkora fájdalom neked, akkor majd szegény öreg anyád elintézi magának. Lefogadom, Bence még vizsgaidőszakban is ugrana, hogy segítsen, de te a rühes pékségedből nem tudsz ellogni egy napot se. Tisztára, mint az apád, arra se lehetett soha számítani. Talán jól is tette, hogy lelépett, mert még ő is szégyenkezett volna miattad. Hallod? Alex? Ki a faszom üvöltözik már megint? Na most akkor lemész? Vagy én menjek le? Vagy akkor egy... Hagyd a picsába! Biztos csak szar napja van, vagy mit tudom én. Még csak reggel van. Mindegy, nem érdekes. Na, ez a veszély. Mondjuk igaza van? Tényleg egy nagy csalódás vagyok. Jézus Isten, basszus. Mi az idő? Rolnom kell. Te, este nem iszunk meg valamit? De, kell hagynám. Jó, akkor 8-kor. Szeva! Bocsi a késésért. Vizu. Minden szar. De ma legalább
nem küldtek haza előbb a munkámból. Na, az már fejlődés. Kösz szépen. Most mi van? Figyelj, nem akarsz felszedni valami új csajt? Hát igazából... Na, ki a kiszemelted? Ott a pultnál, az a szőke. Az igen. És mire vársz? Mi nem mész oda? Hülye vagy? Mit mondjak neki? Hát mit? Menj oda, improvizálj valamit, hívd meg egy italra, a legrosszabb esetben is csak friendzónulhat. Menj, csináld már! Szia! Meghívhatlak valamire? Engem? Igen. Ha nagyon muszáj. Két unikumot. Másokat. Még egy sörőt? Egy tömény jobban esne. Rendben. Hello. Szia. Szibi! Egészséget! Megi! Éppünk? Aha! Kettő az erőt lesz. Na? Hát, azt hiszem, friendzónolt. És? És ennyi? Hát, ez szopás. De figyelj, szerintem nekem mennem kell, úgyhogy további jó szórakozást. Szevasz! Még se én költözöm, Lila jön hozzánk. Léci, holnapig cuccolj ki. Köszi. Takarodjál haza! Tisztára, mint az apád, arra se lehetett soha számítani. Talán jól is tette, hogy lelépett, mert még ő is szégyenkezett volna miattad. Engedd el!
Mi van? Ciao Alex, figyelj, elhagytam a kulcsomat. Merre vagy? Tetőn. Mi? Milyen tetőn? Mit csinálsz ott? Épp le akartam ugrani. Alex, ne hülyéskedj már. Nem hülyéskedek. Most az egyszer azt fogom csinálni, amit én akarok. Alex, ne faszkodj, jó? Itt van Lilla, és nagyon kellene az a rohadt kulcs. Majd odalent megtalálod. Már így is kódogász helyzetbe hoztál. Mi lenne, ha egyszer az életben gondolnál rám is? Hogy ne kell felmenjek arra a kurva tetőre. Alex? Haló? Alex, hol a faszomba vagy?